Mai vendégünk Rideg István, a Karcagi Gábor Áron Gimnázium nyugalmazott magyar történelem szakos pedagógusa, akit a közelmúltban Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei pedagógiai díjjal tüntettek ki, amelyhez ezúton is gratulálunk tanár úrnak. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat egy beszélgetésre. Tanár úr, mikor és hogyan indult a pályája, hol végezte a tanulmányait? Hú, most nem tudom, hogy a kezdetek kezdetétől kezdjem a történetet, tehát hogy a tanyavilágban jártam általános iskolába, Orosházán jártam gimnáziumba, és Szegeden végeztem az egyetemet, és utána rögtön Karcagra jöttem, mert máshol nekem így előkészített helyem nem volt. Így aztán Törökszentmiklóson volt egy jó barátom, Fehér Imre, aki azt mondta, hogy gyere Karcagra, az a Nagykunság fővárosa, ottan nagyon régi, híres iskola van, Németh Gyula professzortól kezdve, mások is híressé tették ezt az iskolát, gyere ide, majd jól fogod ottan érezni magadat. Na, azután levelet írtam Szabó Pálnak, aki nagyon jó barátom volt, a Talpahatnyi Föld írójáról van szó, és ő azt mondta, hogy Karcag a világ közepe, biztosan nagyon meg fogod szeretni, mert a kunok, ráadásul nagy kunok, úgyhogy Györfinek a könyvét nyilván ismered, menjél oda, és főútvonal mellett van, úgyhogy így kerültem aztán Karcagra. És hát itt én is maradtam, tehát Karcagon végeztem a pedagógiai munkálatokat, szolgálatomat, és hát innen ismertem meg a világ különböző tájairól, tehát már Magyarországról van szó, íróit, költőit, akikkel kapcsolatba kerültem. És az egész tanári pályafutást itt egy helyen? A gimnáziumban. Itten egy helyen volt a tanári pályafutásom, és hát az oklevelemben azt írják, hogy példamutató tudományos irodalomtörténészeti munkásságáért, valamint hát a magyar történelem szakos munkája terén elért sikerek alapján adják ezt a díjat nekem, tehát a Jász-Nagykun-Szolnok megyei pedagógiai díjat. És az a lényeg ebben, hogy amikor én elküldtem a hitel folyóiratot a professzor úrnak, akkor egy nagyon kedves levéllel válaszolt, tehát mind a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Kedves Pista barátom, köszönöm a hitel új számát, benne írásodat, meghatott, hogy engem is felemlegetsz. Jó, hogy megírtad ezt a munkádat. A másik emberről ma nagyon keveset tudunk. Köszönöm a bibliográfiát is. Te ama régebbi irodalmi szereplő vagy, aki tanít és ír, Babicstól Juhász Gyuláig, ez nagyon termékeny szerep volt, ma már alig-alig van képviselője, te az vagy. Ennek mindig is örültem, érdeklődéssel voltam dolgaid iránt, egyetemi nemzedékből alig-alig van egy vagy kettő, aki ezt a szerepet betölti. Baráti szívvel üdvözöl az öreg Ilija Mihály. 2023. március 20-án kaptam tőle ezt az e-mailt. Na most akkor nekem ugye az a véleményem, hogy minden élet szolgálat. Volt nekem egy nagyon jó barátom, már meghalt, Sarkadi Sándor, költő, karcagi öregdiák, mellesleg könyveiről is írtam, a verseit mondták a diákjaim, díjakat nyerve vele, Rátai Noémi a Zrínyivel, bronzérmes lett Budapesten, Baranyai Anita a Fábiánnéval, Turkevén a legszebb magyar beszédét kapta Bánfi Györgytől a külön díjat, úgyhogy
sikereink voltak Sarkadi Sándorral, és őneki két fontos könyve van, az egyik az Íromkorom, ez a írásai, tehát szépirodalmi írásai és fordításai, a másik pedig Minden életszolgálat. Ebben a jegyzetek vannak, a kritikák vannak benne, és ez nagyon bölcs gondolatám, mert ki is terjeszthetjük, hogy én szolgálom a tanítványaimat, és a tanítványaim szolgálnak engem, tehát hozzák a szép, még a jó eredményeket. Egyaránt jut nekünk a fényből is, az árnyékból is, úgyhogy jó, hogyha a tanítványok is többet tudnak a tanárról, és a tanár is nagyon sokat tud a diákjáról. Tanár úr megkapta a Jászenkun-Szolnok vármegyei pedagógiai díjat. Hogyan fogadta az elismerést? Számított-e rá? Nem számítottam én ilyesmire, de nagyon jó esik, hogy észreveszik az embernek a munkáját, és nagyon szépen köszönöm, nagy megtiszteltetésnek tartom, és nagy emberségnek, szeretetnek is azt, hogy alkalmasnak találtak erre a díjra, és hát az elkövetkező időben is igyekszem még majd meghálálni. Ezt említettem, hogy most is majd folyóiratban is jelnek, meg most körülbelül három hely. Ja igen, ma kaptam a Partiumtól egy korrektúrázni való anyagot, tehát az őszi számban, a Partium őszi számában a Partiumot Olá András költő szerkeszti, ebben már 19 kötetem van otthon, és mostan fog megjelenni egy másik szomorú történet. Nünüke meghalt, de előtte megérezte, hogy neki el kell mennie. Ez a kutyámról szól megint. Ez egy másik kutya, de ez is Tacskó. És úgy látszik, a Tacskókba vagyok belehabarodva. Na de annyira hát, hogy is mondjam, komoly emberi érzéseket tudnak kiáltani az emberből, és nagyon jó az, hogyha a gyerekeknek állatbarátaik is vannak, mert hogy is mondjam, olyan lelki gazdagságra tehetnek szert ezzel a szeretet révén, meg ezzel a kötődéssel, úgy van, szolgálattal, hogy azt el sem lehet mondani. Tanár úr, nagyon jó volt önnel beszélgetni, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Még egyszer gratulálunk ehhez a méltán megérdemelt díjhoz. Köszönjük szépen. Én köszönöm szépen a lehetőséget.